Nézd, hogy állott a kecske, a gót, a messi. Ha? A tutti bót mellett. Elvéletileg ez azt jelenti, hogy elvégezte dolgát, feltöltötte polcát. Itt van újra velünk. Úgyhogy én, srácok, szavaztok, üdvözlet titeket újra itt nálam. Itt van az isteni görögdinnyés tutti juice, megérkezett országszerte a kisboltokban, nagyboltokban. Csekkoljátok le, kérjétek, kóstoljátok meg, ez igazi görög dinnyelével készült és tutti frutti ízű vitaminozott koffeinmentes. Érzed rajta a görög dinnyit. Az egyik nézőm azt írta nekem, hogy illegálisan finom, kóstold meg, és írd meg, hogy szerinted milyen fantasztikus. Én csak ennyit tudok mondani, hogy fantasztikus. Továbbá keresd országszerte a kivis tutti juice-t is, ami isteni kanyarkás, keselni és kivis ízt ad a tutti frutti mellé. Ő pedig édes kis dinnyést ad. Már kifagyott. Na szóval, ha ő itt áll, az azt jelenti, hogy minden pillanatban elcsikált. Mindenki van pakóval, mi van. Úgyhogy rendelhetek lisztet, pasztát, peanut buttert, mézet, csak alig van pénzünk, úgyhogy most tényleg először csak azt rendeljünk, ami üres. Szóval liszt, hát a paszta is mindjárt elfogy. Szóval az is jöhet, liszt, paszta. Mi az, ami a csokapik? Hát hogy fogyhatott el az isteni csupacsoki csokapik? Csokapik, merre vagy? Haló, 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 akkor nyerítsen a csokapik. Itt van fent. Csokapik. Susu, ó, a susu. Gumicukor. Bárcsak tutti gamiz lenne, tutti frutti ízű puha gumicukor. Hatos tej, olívaolaj, spagetti. Nagyon sok minden elfogy. Tudod mit? Ezt megrendelem, hogy már addig csinálja. Pakolja. Az öreg messi. Pakolod? Pakolod, hát! Rizs is kellene, de még azon, hogy abból legalább van egy kicsi. A hűtőből a zöld színű sajt. És akkor itt a budipapír, a bleach, a szappan. Mi volt? Látod? Elfelejtem. Elfelejtem. Szóval a zöld sajt. Budipapír, bleach, meg szappan. Meg van rendelve minden. Segítek kipakolni. Messinek. Így né. Az előző részben azért komoly bugot hoztunk létre. Ezért az egész kemény volt. Mire megoldottuk, de sikerült. Menjünk már, haverom. Így gyorsan dolgozunk, nem itt csak lófrálunk meg ilyenek ide. Betárolunk, kitárolunk. Mi vagyunk mi valami nagy raktár? Betárral, kitárral. Ide leteszem neked, szépen ügyesen majd elteszed. Ez mi? A bleach. Csak azért pakolom ki, hogy nyithassuk a bótot. Az forogjon, menjen a business. Én azt mondom, hogy nyithatunk, nem? Onyan Mark, get set. Egészségetekre! Nyitás! Készülj, Armand! Jön a tömeg! Már jönnek is! Nézd meg! Ez szét fog minket verni. Most mondom, hogyha nem lesz valami. Meg fog minket agyalni. Hallod, Armand? Kiráz a gatyádból is, hogyha... Nem... Az be se jön. Menjél is el! Menjél is el, hölgem! Lesz ma első vásárlónk, csámpás hölgi! He, mi van az emberekkel? Nyitva van a bót, menj már be! Haló? Mindenkinél van otthon friss kenyér? Nézzék, már ez is vigyázba állt. Mindenkinél otthon friss kenyér? Na végre első vásárlónkat tessék megtapsolni, Aranka néni jött ma le turbános fejével vásárolni. Én még nem állok be dolgozni, mert lusta vagyok. A fogyást elemzem, mert nagyon fontos, hogy hol van a peanut butter. Én ezt nem hiszem el. Be fog jönni a vásárló, és azt fogja mondani, hogy where is the peanut butter? Messi! Gyerünk! Pakolj! Gyerünk! Aranka néni, látod, hogy nem engedte ki a boltba? Itt mi nagyon rendesek vagyunk, Messi. Ilyet mi itt nem csinálunk. Lehet ez nálad így van, de nálunk nem. És most kezdjük el feltölteni a többit is. Kell ilyen keksz, biztos, meg méz. Aztán majd utána gyűjteni kell a 800-ra. Tehát ez ma össze kell gyűjtenünk a 800-at. Az a terv, hogy nagyobbítjuk a storage-ot. Ilyen keksz, olyan keksz, mindenféleképpen bekeksz. Ez a féle. Izé. Jó van, mi az? Liszt, meg a crisps. Ezt már rendelem is, hogy tudja a Messi pakolni nekünk. Mit nem találtál? Jaj, ma az is elfogyott. Jó, akkor mi ez? Kávé? Porcukor, rizs? Nem igaz? Nem igaz, hogy sosincs olyan, hogy minden van a boltban. Hol a kávé?
Kafe! Hol a porcukor? Remélem, én megbolondulok ebben a játékban, a porcukor! Rizs! Na, soha nem lesz meg az, hogy mindig minden legyen. Hát milyen élet ez? Itt a kávé, hogyha valaki akar venni, ne adj, aztán tuti már írják is, hogy nem volt kávé. Nem jó a botod, mert nem volt benne kávé. Már látom, ide érzem. Szagát is érzem rossz indulatuknak. Na, most van minden. Nem, de? Nem. Már nézd meg, kifogyott a tej. Most kifogyott a másik kétféle sajt. Én ezt nem hiszem el. Kifogyott a tej. Nem, ennek sosincs vége, ez egy örök körforgás. Ami amúgy egyértelmű, csak na. Na, mehetsz is messzikén pakolni. Én meg jövök segíteni Armannak, mert meg vannak menve itt. Lehet hozzám is jönni, professzionális cashier. Ide tessék csak hozzám jönni, kortyolgatom a kis üdítőmet. Az mennyi sampont vesz, az kopasz az ember. Ő itt. Figyelj, vagy ti sem. Hölgy, hogy beelőzte? Láttad? Hány sampont vettél? 3 sampont? A kopasz fejednek, haverom! Nézd már! Szegényt amúgy itt vizé. Ha 75 dollárért vásárolt, mosztorulhat teged. Na én már segítettem is Armannak. Nézem tovább. A sampon így elfogyott, mert a bácsi megvás. Sampon, a tejet miért nem hozod? Mindent nekem kell csinálni, nézd meg. Nézd meg, mindent nekem kell csinálni. Akkor sampon, méz. A mézzel se tudom mit csinált, hát esküszöm rendeltem mézet. Valaki megvette? Sampon, méz. Most ezt a kettőt berendelem. Srácok, nem fogunk tudni 800-ig eljutni így. Hát mindig le van fosztva a bót valamivel. Beállok megint, mert már megint nagyon sokan vannak. Ide gyere, ne magyarázzál, hogy tele van a checkout, most jöttem ide. Ne idegesítsen, mert véletlenül többet fogok levonni a számládról. Nem találtam milket. Én raktam ki a saját kezemmel! Hát van milk! Milk! Van! Ide gyere! Szevasz! Látod? Itt a milk! Menj már! Kérlek, menjen már utána annak az embernek, azt mondják, hogy itt a milk! Szóval, hogy amit mondasz, hazugság is! És a tutti bóta van milk! Ugh, de felidegesítenek, halad, rendesen idegesítenek. Na, ez meg megveszi az összes buripapír, hogy biztos beszart. Már rendeltek is budipapírt, ezt bezárom. És most rendelek több budipapírt. Remélem el tudja majd pakolni az irigy. Hol van, itt van. Tessék. Ja, a ótok villany. Tessék, ótok ide is villanyt, jó? Be se tudok menni. Na. Jövök, itt vagyok, lehet hozzám jönni. Te vásárolta az előbb nagyon sokért, most visszajött egy kis showért. George Bernard show lesz esténként. Na, van minden? A kék liszt már megint mindjárt elfogy. De most most összegyűjtjük a 800-at. Most addig nem mozdulok. Nem rendelek semmit pluszba. Össze kell gyűjtenünk a 800 pénzt. Hát elegem van ebből. Hello, jó estét. Nagyon szereted az almalevet meg a tisztítószereket. Leküldött az asszony. Szevasz asszony, itt is jött a... Milyen néni volt? Aranka néninek a lánya. Itt most köszi, üdvözöljük Arankát. Holnap reggel küldjed a reggeli adagját. Na, már megint mi baja van? Ne! Nem! Nem hiszem el! Úristen, ez meg megrendelte a félboltot! Azt a rohadt teget, ki ez, Bill Gates? Bill Gates, hát nézd már mennyire rendelt! 80 dollárt kell visszaadnom! Bill Gates! Komment szekcióban robbantsátok, hogy Bill Gates. Mi bajod van, hülye gyerek? Leveszem a cetlit. Na most már nincs hova tenni. Mi van ebbe? Budipapír? Hát ragd már ki! Ó, jövök. Jövök. Na, ugye ez mindig bebagol. Bill Gates meg nálam vásárolt, érted ezt? Azért ez elég brutál. Tű. Nem találtál Dark Roast-ot. Hát mert ez a hülye... Tű, nagyon, nagyon idegesít engem ez a messzi gyerek most már. Viszont... Srácok... Nő a storage. Storage section 2. Most hát be tudok menni? Még most se. De elméletileg... Ne! Várjál, ezt így most felemeljük. Jó. Jó, ez így viszont jó nagy. Na, ez király. Így jó lesz. Annyi, hogy kell majd plusz lámpa.
mellette így elférnek a cuccok. Bőven. Jaj, ez nagyon jó. Ezt nézd. Csak hogy ne akadna be az a hülye ott. Ú, de jó. De még egy befér, szerintem oda még egyet be tudok majd nyomorítani. Kell egy lámpa. De most ezzel mi van? Én ezt nem hiszem el. Kifizetem a mai számlákat. Szerintem azért vissza sem tudom fizetni a bankot. De! Pont! Na! Ez is megvan. De nézzék, megint le van fosztva, ez ott táncol a izével. Megöl idegileg a csáva, ez baktáló. Nem tudsz vele mit csinálni. Újra kell intenem a játékot szerintem. Megvárjuk ezt a napot, aztán újra intom a játékot, mert... bolond a gyerek. Na! Ő itt az utolsó vásárló. Zárul a bolt! Köszi, Armand! Még vedd el a pénzt, azért természetesen blokk, nem talál Dark Roast Cafét, hát igen, mert ott valaki hátul táncol. Na de, Tutti Boot mára bezárt, ugye egy csomó elégedetlen vásárló, végül is most is ott táncol. Na, indítsuk újra a játékot. Na, gyerünk! Nézd meg az új storage-ot, haverom. Amúgy ez üres. Hallod, alig van cucc, én most nézem. És mínusz 34-ben vagyunk! Na most van a baj. De várj, mik ezek a cuccok itt? Ezt még ki se pakolta a bolond? De ez a budipapír, amit ő bebagolt. Ne kérdezd, hogy miért. Nézd meg, ott szét is dobálta. Mi volt itt a bug? Nem értem, de megint alig van cucc. Mindegy, ki kell nyitni, mert mínuszba vagyunk, halljátok? Armand, fel ne mondj! Eskü tudok fizetni, csak itt a messi gyerekkel van a legnagyobb gond, mert nagyon belassul. Tessék csak, tessék jönni, Tutti Boot mínuszban van, úgyhogy kéne segítség. Ki lesz az első vásárló? Tippednek, ki lesz az első vásárló? Aranka néni. Aranka néni elméletileg ma reggel visszajön. Azt ígérte a lánya tegnap, itt volt, hogy visszajön ma reggel. Nagyon remélem. Gyerünk messikén, mert ki leszel rúgva, hallod? Hű, amúgy milyen jó lenne, hogy ez mind nagy polc lenne. Nem kis póc, mindegy, most már kis pócot nem veszünk, most már csak nagy pócokat fogunk venni ide. Azt hogy nézem meg, hogy oda még elfér egy? Megpróbáljuk. Na mindegy, egy kicsit arrébb teszem, akkor várjál. Ó, bőven elfér! Na így már biztosan befér oda még egy. Igaz, nincs rá pénz, mínusz 15-ben vagyunk, de majd ide még egy nagy jöhet. És akkor már biztos elférsz mindennel, kedves messzikém. Hallod, le van kopaszítva az az egész bót. Durva nagy mínuszokban vagyunk. Hű. Kemény. Kéne még egy spotlight. Még egy torre. Legalább most már pluszban vagyunk. És akkor utána, amúgy a következő cél, az 1100-ért egy csomó új termék. Sőt, úristen, 3 új terméket is vehetnénk. De most egy jó nagy storage unit kellene nekünk. Tehát, hogy rengeteg cuccot be tudjunk tárolni. Na mindegy, ez a mai terv. Ez a mai terv. Most megjönnek a pócok. Lehet, hogy nem polcot kéne, nem árut kellene venni. Nem találnak semmit. Rossz kedvűek, szomorúak, nem találnak semmit. De hogy kellene a polc. Mert hogy néztem, nincs is üres hely a polcon, és így nem tudja felpakolni a cuccokat. Látod? Mindegyik fullon van. Ott vannak a címkék mindenhol. Úgyhogy muszáj. Meg a lámpa is. Tudom, hogy nem találtál semmit. Tudom. Hú, ezeket be se tudja már ezt se vinni. Tele van a storage-ek. Na, látod? Itt a gond. Gyerünk, haver! 250. Jó. Most akkor a lámpát kivesszük, jó? Csak legyen egy storage. Hogy tudjon pakolni. Ó, nézd meg, hogy elfér. Na, jöhetsz. Jöhetsz, messzikém. Ide be kell férnie a cuckoknak. Azt akkor most már irány dolgozni, most már nincsen kifogás. Már nincsen kifogás, nyafogás, nekem mindent be kell rendelnem. Szerintem kajak az a legegyszerűbb, hogyha fogom, és mindenből rendelek. Csak ez ugye az kell, hogy legyen pénz. És most az sincs. Hűha. Na, kezdjük el. Azt mondja, hogy igen, ugye 10-esével tudom rendelni. És ugye neki akkor még ki is kell pakolni. 2.19 az első kosár, az ugye a 8 pakkos tojásig.
Na ez majd kemény nap lesz. Egy hitelt se tudok felvenni, sőt vissza is kéne fizetnem. Most még annyira nagy sorni... Úristen, hogy kopaszítják a boltot, ezt rossz nézni, milyen üres! Nézd már! Nézd! Semmit nem talál. Te mit pakolsz amúgy ennyi ideig, gyerek? Elrakod a buri... Na, nehogy bebagolj. Jó, oké. Hú, már megijedtem, hogy most megint be fog bagolni. 205, nekünk 219, 220. Jó, rendelhetjük is az első adagot. Ja. Plusz szállítás, 227. A checkout szár full. Oké, állok be. Jövök, csak hagyj rendeljen meg a szállítási adagot. Na most. Jó, és akkor majd mindjárt jön a spakol. Itt vagyok. Ide lehet jönni, ide lehet jönni. Ide lehet beállni, ide lehet jönni. Nem találod a tyúnát. Hát majd az is érkezik egyszer, hogyha messikén pakol. Nézzék, már ki vannak folyva a cuccok oda az útra. Megy át rajta a kocsi. Ennyi kéne segíteni tölteni neki. Na, ez meg beszart, azt ennyi budipapír kell neki. Jó, megyek, segítek neki, jó? Mert amúgy soha nem lesz meg. Így, né. Jó, te azt viszed, én viszem az olajat. Még ebből még pont volt. Ezt ide leteszem, majd rakd el. Jöhet ez, ez ide volt. És köszönöm, mintha más lenne a dizájnja, nem? De az útról szedjük már be ezeket. Furul, hogy pont nem állnak be hozzám. Senki. Nem baj. Legalább addig tudok neki segíteni pakolni. És már mindjárt beestedik. Úristen, ez egy mekkora mínusz nap lesz te. Semmi termék, üres a bolt. És így is most ugye berendeltem mindenből, azt hittem így jó leszek, de nem. Meg várjál, a tojásnál tartottunk, úgyhogy mehetünk is tovább. Na már várnak rám. Várjál, várjál, megyek. Olívóolaj. Ezt már nem is tudom megvenni. Szóval a spagetti volt az utolsó, amit vettem. Jövök! Hello, jó estét, uram! Köszönjük, hogy nálunk vásárol. Most minden fillerre szükség van. Menj már Armandhoz, ne hozzám, gyere! Mármint, bocsánat, uram, nagyon szépen köszönöm, 9 dollárra visszajáró, parancsoljon, parancsoljon. Most mindenki, és akkor Armand az ott mit csinál? Ne idegesítsetek már. Köszönöm. Na, ez bezárt, jó? Ez bezárt. Jövök ezt is segíteni. Várjál, mi volt az utolsó, amit rendeltem? A spagetti, igaz? Rizs, csak gyorsan zárásig, amit még tudok. Rizs, só, narancslé. Na, azt már 9 óra van. Jó, akkor mindegy. Azért legalább most már töltődnek fel a cuccok. Nézzünk ide be. Polcok még mindig üresek. Mondom, most hagyni kéne, hogy fel tudjam tölteni a raktárat teljesen. És akkor utána lehetne azt, hogy hagyni tovább menni. Amúgy, ha vannak tippek, trükkök, ötletek, azt nagyon várom. Azt nagyon várom, mert most beindult a biznisz, de gatya az egész, hallod? Nagyon durva. Durva lett itt ezzel a pár bugos dologgal. Megcsúszott, hogy nem mozgott, nem működött, megcsúszott az egész. Az gond is lett belőle. Méghozzá nem is kicsi. Nem is kicsi. A nap utolsó vásárlója elment. Úgyhogy szerintem messzi ő mit csinál? Ezt még be kéne pakolni, hallod? Tejet. Jó. Jó, most még hoz is valamit. Na jó van! Várjuk meg, amíg az kipakolja a vizet, jó. Na jó van, srácok! Ennyi volt a móka mára. Ezek kemény napok voltak, amin túl vagyunk. Ezek nagyon-nagyon kemény napok voltak, amin túl vagyunk. De szerintem jó lesz a jövőben. Úgyhogy ha szeretnétek mi hamarabb folytatást, veressetek egy óriási lájkot, ha nem, nyugodtan egy diszlájkot, ezzel ez még tényleg ti vagytok a legeslegjobbak. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Írjátok le, hogy hogy éreztétek magatokat, és ne felejtsétek el, az Isten előtt tutti frutti ízű üdítőt adok, és a tutti frutti ízű tunicukorra tutti gabig zenyem veletek. Szevasztok!